Köszöntöm nézőinket, Önök Székely magazinunkat látják. Tartsanak velünk! A mulatozás és a bálozás ideje, farsangi szokások a székelyeknél. 50 éves a kakasdi székelykör, színes programokkal jubileumi évet szervez az Egyesület. Megalakult a Székely referatúra, a bukovinai felmenőkkel rendelkező Keresztes Andor Esperes lett a referens. A farsangi időszak a székelység életében is a mulatozás, a bálozás ideje volt. Több olyan rendezvény bonyolódott ilyenkor, mely megelőzte a 40 napos böjti időszakot. Ekkor volt ideje annak is, hogy a közösség számára kiderüljön, melyik legény melyik lányt választotta. Vízkereszt után véget ér a karácsonyi időszak, és elkezdődik a farsang, mely az év kiemelten báli időszaka. A székelység hagyományaiban számos rendezvény szerepel ebben a néhány hétben. Illés Tibor, a Bukovinai Székelyek Országos Szövetségének elnöke arról mesélt, a farsangot megelőző karácsonyi időszak történéseinek hatása van a farsangra. Karácsony környékén a lányokat meg énekelték, ami tulajdonképpen ugye hát azok a fiúk közül, akik tulajdonképpen már kezdtek udvarolgatni, azokhoz a lányokhoz mentek nagy részt, ugye behívták őket egy pohár pálinkára, és hát ugye annak a lánynak illett elmenni az ingyen bálba, ahol tulajdonképpen egyfajta pénzgyűjtés is volt, úgymond, készülve a farsangi időszakra, és hát ugye volt egy kis hordocska, bálerkának nevezték, amiben tulajdonképpen már a pálinkát is gyűjtögették. Maga a farsang általában bálokkal, kisebb rendezvényekkel telt el. Ugye itt azért volt, hogy például a Dalárda rendezett külön egy bált magának, vagy egy ilyen kisebb közösség rendezett magának, és hát természetesen a végét, tulajdonképpen ez a három napos lezáró rész tette ki, ami húshagyati bállal végződik. Mivel húsvétot a 40 napos böjt előzi meg, az andrásfalviak a farsang végén még egyszer kimulatják magukat. Húshagyatkor három nap, három éjjel táncolnak, búcsúztatják a farsangot, a végnapokat. A húshagyati bál húshagyó vasárnap ebéd után elkezdődött, és húshagyó kedden éjfélkor a megszólaló harang vetett véget a mulatozásnak. A húshagyati táncot a legények előjárói az általuk kibérelt házban rendezik meg. A faluban külön az alszegieknek, külön a felszegieknek is bált csináltak a legények. Az alszegi nem mehetett a felszegi táncába, a felszegi leány sem az alszegi táncába, mert ha mégis elment, akkor lehamuzták, hamut szóltak a rokonyájára. A későjövők méltó fogadásáról is gondoskodtak a rendezők, amelyik legény elkésett a táncból, azt két markos legény megmarkolta a lábánál, és a kezénél fogva felemelték. A harmadik egy bottal a zene ütemére a fenekét náspángolta. A zenészek ilyenkor kontramarsot húztak háromszor egymás után. A többiek a botozás ideje alatt kórusban énekelték a kontramarsot. Amikor összegyűltek a vendégek, elkezdődött az igazi húshagyati tánc. Olvasható Sebestyén Ádám a Bukovinai Székelység Tegnap és Ma című művében. Volt egy nagyon szép része ennek, hogy vasárnap, tehát a vasárnap a amazó szerdát megelőző vasárnap volt, amikor a közösség színe előtt tulajdonképpen egyfajta párválasztás történt, úgynevezett hivatalos párválasztás, hiszen a lány ellopta vagy megszerezte a fiúnak, a legénynek a kalapját, és akkor egy ilyen kis bokrétát kötött, ráhoztam is egyet megmutatva, ami tulajdonképpen már jelképezte, illetve egy kis keszkenőt is kötött a mellyére, és így tulajdonképpen eljegyezte, illetve lekötötte, és hát az a fiú, ugye, aki ezt természetesen elfogadta, hiszen ez tulajdonképpen meg volt már beszélve korábban egymás között, az már hivatalos volt a hétfői ebédre, tehát a fiú az elment a lány szüleihez, és ott már ebédet kapott, illetve fordítva a következő nap, tehát kedden viszont a lány mehetett el, és így a szülők szempontjából is, tehát nyilván is a közösség szempontjából is kinyilatkoztatták az ő kapcsolatukat. Itt tényleg egy háromnapos intenzív táncolásba ment át, ami éjfélkor ugye a bíró megjelent,
és megkopogtatva az ajtó félfát, ezzel a harang is megszólalt, és tulajdonképpen így befejeződött a bál. Ez a része, de természetesen követte a másnapi, illetve a csütörtöki kövércsütörtök, ugye ott már ott is volt, amikor tulajdonképpen ezeket a zsíros ételeket még elfogyaszthatták. Ugye nem beszéltem arról, hogy természetesen csak a legényekről szólt ez a bál, ez a hangor, a húsagyati bál, és hát akik már úgymond családosok voltak, idősebb voltak, azoknak is, ők is saját maguk, ugye egymást meglátogatva rendeztek egy kis mulatságot, ahol valamilyen szinten ők is kimulatták magukat. Ezt követte a 40 napos böjt, mely húsvétig tartott. Nagyon betartották a bőti időszakot, és hát ugye ez a végig kísérte, ha azt veszük a bukovinai életek, illetve élettörténetünket, hiszen sokszor gondolok bele, hogyha akkor ezt a kemény időszakot, ugye ami most számunkra kemény időszak, ez a bőjt, ugye nem így ilyen erősen kitartva, akkor vajon a menekülést hogy bírtuk volna ki, tehát érdekes módon azért hozzászoktatták magukat az egyfajta önfegyelemmel, másik az tényleg, hogy a hagyomány azért nagyon a vallásosság mentén ugye folytatódott. A kakasdi székelykör fennállásának 50. évfordulójára készül. Az egész éves ünnepség sorozat keretében néptánc és kórus találkozót, mesemondó versenyt is szerveznek. A kakasdiak azt remélik, az ünnepi év ismét fellendíti a fiatalokban a hagyományok iránti érdeklődést. Az 1971-es szekszárdi születi fesztivál volt az első esemény, amikor a kakasdi székelyek megmutatták hagyományos viseleteiket és táncaikat. 71-ben gondolta úgy a Sebestyén Ádám bácsi fia, a Sebestyén Tibi, hogy ő benne volt ebbe a KISZ mozgalomba. Azt gondolta, hogy milyen jó lenne, hogy ugye itt összeszedi a fiatalokat, a falusi fiatalokat, és akkor elmentek egy szüreti felvonulás a Szekszárdra. Na és akkor ugye előkerültek a szép ruhák, a viseletek, a rokolyák, hogy ők mondják, és úgy mentek be a szüreti fesztiválra, hogy lovas kocsival felpakolták a párnát, tehát úgy pakolták fel a párnát, mintha a mennyasszonynak vinnék a jussát. És akkor utána meg már ugye Ádám bácsi elkezdett gondolkodni rajta, hogy kár lenne ezeket a fiatalokat hagyni szétmenni, tehát össze kéne valahogy őket gyűjteni, és 1972 volt az, amikor ők egyesületté alakultak. Sebestyén Brigitta 1990-ben települt át Déváról Kakasdra, és rövid időn belül ő lett a helyi székely csoport vezetője. Gondoltam én egy nagyot, mi lenne, ha én megmutatnám, hogy én honnan jöttem, hogy egyáltalán legyen véleményük rólam, tehát hogy ki vagyok én is egy olyan bukovinai székely leszármazott vagyok, mint ők. Na és akkor felvettem a kapcsolatot Bír Cserna keresztúrral, az Dévától 6 kilométer, mert én dévai lány vagyok, és hát leveleztünk, és akkor mondták, hogy nyugodtan mehetek, mert az én nagymamám Cserna keresztúri, meg az öcsém is oda nősült. Bejelentettem a próbán, hogy megyünk Romániába, Erdélybe. Fú, annyian lettünk a próbán, hát mondom, hogy nem férünk be a buszba. És akkor megkértem az Ádám bácsit, hogy legyen szíves jönni és mondani, hogy ki az, aki megérdemli, ki az, aki ugye ez alatt a 18 év alatt itt aktívan részt vett. Hát ő le is írta, és elmentünk. Addig, ameddig a buszon egy fiatal ember odajött hozzám, és azt mondta nekem, hogy ugye leszek én a tolmácsa. Leesett az állam. Ezek a fiatalok nem tudják, hogy Erdélyben élnek magyarok, és magyarul beszélnek. Hát mondom, még a hideg is átfutott a hátam, mondom, ez a fiatal ember nem tudja, hogy ezek magyarok. És akkor elmentünk Csernakeresztőről, leszálltunk, hát ott úgy vártak, mint a messiást. Hát
Ezek nem kaptak levegőt, szétkapkodták őket minden család, hogy de hozzám kettő, de hozzám három, nem kell neked három, csak egy, adjál nekem is. És úgy összebarátkoztak, és rájöttek arra, mármint a fiatalok, az idősebbek biztosan, hogy többet tudtak, hogy ezek az emberek úgy beszélnek, mint a mama itt Kakasdon. A divai kirándulás meghozta a kedvet a faluban a hagyományok őrzésére. Sebestyén Ádám szellemi hagyatékát azóta is híven őrzik a kakasdiak. Volt még egy, a Trézsi néni, a Sebestyén Péterné, aki még azt is megmutatta, hogy a bottal hogy kell integetni, nem ám, össze-vissza ott a színpadon, tehát mindig volt segítségem, hogy a kendőt nem jól kötjük, hogy a kötény nem úgy áll, de ezek mind olyan segítségek voltak, ami úgy bennem van, és belénk rögződött, hogy igenis a viseletet viselni kell, tudni kell. Egyre merészebbeket gondoltam. Elkezdtük azzal, hogy Bukovina Fesztivál Lengyelország először, nem is Románia először, és mikor kimentünk Romániába, elvittem őket Bukovinába. És ugye hát az idősebb korosztály, aki ugye ez a Trézsi néni, aki ugye ott született. Hát én azt hittem, hogy ott rosszul lesz. Ahogy ez a Trézsi néni végigment az utcákon, és ahogy a gyerekeknek mondta, hogy ott lakott a nagyapád, ott járt a nagyanyád, menj be, nézd meg, a kúton fel van írva a nagyapád neve, a pince fölött nézd meg, ott van a nevük. Úgy ment végig az utcán, hogy azon gondolkoztam, hogy rosszul lesz, hogy Trézsi néni, itt valami vele történik. Akkor lementünk a Szucsávára, ott fürödtek, mint a kacsák. Trézsi néni is beállt a vízbe, vagy ügyelt a holminkra, de folyamatosan mondta, hogy így vitték a teheneket, meg ott mosták a ruhát meg. Szóval olyan megható volt, és mindenki, a legkisebb is odaállt lefényképezni őt a kapu előtt, mert az ő nagyapja ott ült kinn a kispadon. Eltelt 32 év. Most ezek a fiatalok, akik akkor velem voltak, ezek már anyukák, apukák. És hozzák vissza a csemetét. A kakasdiak most a fennállás 50. évfordulójára készülnek. Erre az 50 évesre nagyon szeretném, ha visszajönne mindenki. Ugye az én gyerekeim biztos. És most nézem, hogy elindultak a próbák, és jönnek vissza. A 68 évesek is. Lassan a 70 évesek is. A 72 évesek is. A 78 évesek is. És ennek én nagyon örülök. Én abba bízok, hogy fellendül ez a társulat jobban. Az emlékév március 25-én az 50 esztendő történéseit bemutató kiállítás megnyitójával veszi kezdetét. A legnagyobb volumenű rendezvény az október 22-én megrendezésre kerülő néptánc találkozó lesz, ahová több mint 380 résztvevőt vár. A Pécsi Egyházmegyében jelenleg 4 a nemzetiségeket, népcsoportokat külön-külön összefogó referatúra működik. A horvát, a német, a cigány és a székely. Ez utóbbi idén alakult. A székely referatúra vezetőjének Keresztes Andor bukovinai székely származású Esperes plébános nevezte ki Felföldi László megyés püspök. Keresztes Andor, Mária Gyűdi igazgató plébános apai nagyszülei 1942-43-ban Bukovinából, Hadikfalváról menekültek el, majd 2 év délvidéki élet után telepedtek le a Tolna megyei Kisdorogon. Papként Szekszárdon és Tolnán szolgált, összesen 8 évig, majd Baranyába került. A székelység az a családom velejárója volt, hiszen a székely hagyományokat nem tudtuk, hanem benne éltünk. És ugye a székelységnek általában volt egy templomhoz kötődő kultusza is, amit mi mélyen meg tudtunk élni. Nagyon tartottuk a rokonságot, keresztelőkhöz is nagyon sok másodunokatestvér, a lakodalmakba is nagyon családcentrikusak voltunk, és próbáltuk így a családot összetartani mind a mai napig. Sajnos most már lassan csak temetésekre járunk, de a székelységi ünnepekhez
a mindennapokhoz kötődött, az életünkhöz, hogy fontos volt a család, fontos volt az ismerősök, falubéliek, és ezt a segítség téren is megértük, hogy volt egy szüret, akkor közösen összejöttünk, mindenki segített a másiknak, ünnepek lebonyolításába, egy lakodalomba, egy héttel előtte már mentek készíteni, és segítségére voltunk egymásnak. Kisdorogon egy bensőséges életünk volt, Kisdorog egy kis falu, mindenki mindenkit ismert, és ez nagyon jó dolog volt, hiszen olyan biztonságot adott, hogy, hogy megszólították az embert, akár mikor már édesanyám meghalt, nagyon sokan segítettek, figyeltek rám. Hát általános iskolában már, hogy mocorgott bennem a hivatásnak a gondolata, de akkor még nagyon fiatal voltam, az úgy elodázódott, szakmunkás képzőbe jártam Lengyelen, állattenyésztőként végeztem, és utána kerültem Szombathelyre a Premontrei gimnáziumba, ott érettségiztem le, és érettségi utolsó évébe éreztem a papi hivatást, csak nem tudtam, hogy merre induljak, mert akkor már édesapám se élt, és a szalézi rendbe jelentkeztem, ők szerzetes rend, tanító, nevelő szerzetesek, és hát közéjük álltam, elvégeztem a noviciátust, 6 évig voltam a rendnek a tagja, ideiglenes fogadalmasként éltem, 4 évet Szombathelyen voltam, és 2 évet Budapesten, és ott kezdtem el a hittudományi főiskolát Budapesten, 2 évet jártam a Mikszáth téren, a Kalazanténumba, és utána kerültem vissza Pécsre, a hittudományi főiskolára, és mint egyházmegyés papnövendék végeztem el a teológiát. 2004-ben 18 éve szenteltek pappá. Az első állomás helyen, mint szerpap diakónus Dombovár volt, és kerek egy évet töltöttem Dombováron, 2 első osztályba tanítottam, nagy élmény volt. Utána papszentelésem után Szekszárdra kerültem a nagy templomba, a Béla térre. Szekszárdot és a környékbéli falvakat láttuk el. Ott Mayer püspök kinevezett a Kolping iskolának a prézesévé. Én őt főállásba tanítottam, és közben a kápláni teendőket végeztem a plébánián. Egy év után kerültem Tolna mellé Mőskösségbe, kihelyezett káplánnak, a tolnai plébános mellé, ő már idősebb volt, és 2007-ben lettem tolnai plébános, 2011-ig. 2011-ben kerültem Beremendre, az egyházmegyének az a legutolsó plébániája határ mellett. Visszagondolva életemnek 6 év 6 hónapot töltöttem Beremenden, de életemnek legszebb időszaka volt. Emberileg is, papilag is ott ért meg az életem Beremenden, hogy elmenni az utolsó ér, felelősséget vállalni, a kicsiben hű lenni, úgy nagy templomokba, teltházzal könnyű beszélni, de az utolsó ér elmenni és felelősnek lenni egy kis közösség életéért, valahol itt kezdődik a papság. Nagyon nehéz indulás volt Beremenden. Én is nagyon nehezen szoktam meg, Tolna megyei lévén a baranyai embereknek a gondolatvilágát, kifejezését megtanulni. Én úgy érzem, hogy elkezdtük az adventet is. 3 emberrel a hajnali miséket, és 70-80-an voltunk már, és akkori pécsi püspök is kíváncsi volt, hogy mi van Beremenden, és lejött a hajnali misére, és csodálkozott, hogy ennyien összejöttünk. Testvéri viszony volt a polgármesteri hivatallal is, a faluval is, egy példa. Én ott a 6 év alatt egyszer nem lapátoltam a lavatház előtt, mert mire én reggel 6 órakor keltem mindig a templom körül, a plébánia körül, rend volt. És ha én nem húztam föl a redőnyt 6 órakor, bekopogtak, hogy nincs-e valami bajom. Szóval én egy nagyon testvéri, mély közösséget
tudtam ápolni az iskola révén a szülőkkel is, és én úgy érzem, hogy emberileg én is úgy álltam mindenkihez, hogy segítő szándékkal, de én ezt százszor visszakaptam az emberektől. Keresztes Andort 5 éve helyezték Mária Gyűdre, idén pedig új feladatot is kapott. A Pécsi Egyházmegye legújabb referatúrájának, a Székelynek lett a referense. Március 1-én lesz 5 éve, hogy itt vagyok. Hát szerintem ez egy véletlen, hogy én ide kerültem, vagy nincsenek véletlenek, ezt nem tudom. Én nem akartam ide jönni. Én nekem ott nagyon jól telt Bereminden. Ha kértem volna, akkor azt kértem volna, hogy vagy a Parhantra, vagy Zombár ott a székelyekhez kerüljek haza. És akkor itt egy papváltás történt, és behivatott udvardi püspök úr, hogy úgy gondolta, hogy én jöjjek ide, és hát engedelmesség az mindenek felett, de én úgy emberileg próbáltam, hogy hát nem én kéne, hogy ide jöjjek, és akkor mondta, hogy 1 hét van, hogy pakoljak össze, mondom, akkor itt pardon nincs, menni kell. És akkor azóta nehezen kezdtem itt is, teljesen más lelkületet, szaktudást igényelt ez a kegyhely, munkatársakkal, meglévő problémákkal. Most itt ugye a zarándokházat működtetni, csoportokat fogadni, Siklós is most már hozzánk tartozik, a külközségekkel együtt, kerületnek is élettem az esperese, plébánosok ide tartoznak mi hozzánk, környékbeli papok, úgyhogy nehezebb ez a feladat, ennek is megvan szépsége, kihívása, úgy szezon végére jól elfáradunk, de hát örömmel tesszük, mert itt tulajdonképpen nem mi vagyunk otthon, hanem a szűzanya, és ez a kegyhely, én úgy mondom, hogy önmagától működik, mert van vonzereje, sokak szerint nagyon sok pozitív energiája, mi csak ennek a kegyhelynek szolgái vagyunk. Nyaranta az ország számos pontjáról érkeznek székelyek Mária Gyűdre, hogy együtt ünnepeljenek. A bukovinaiak búcsújának indult kezdeményezés mára már az egész székelység közös ünnepe lett. Ez nem nekem köszönhető, ez a Mária Gyűdű székely búcsú egyik elődömnek, Kürtösi Krisztiánnak köszönhető, most jelenleg bátaszéki plébános. A szekszárdi székely egyesület tagjaként Enci nénivel szervezték meg először ezt a bucsút, és ennek így lett hagyománya itt Mária Gyüdön, hogy van a horvátoknak, a németeknek, és most akkor úgy általuk, az ő kezdeményezésükkel a székelyeknek is van búcsújuk. Ez mind a mai napig megy, mellette még Kismányokon minden évben ott is októberben búcsút tartunk. Hát mivel én messze vagyok azért Tolna megyétől, nekem ez a hazaérkezés, meg a találkozásnak a búcsúja, hogy eljönnek nem Csíksomlyóra, hanem Mária Gyüdre a székelyek, és itt ünneplünk együtt, itt adunk hálát az Istennek, itt imádkozunk a családjainkért, felajánlásokat teszünk, és nekem mindig nagy öröm ez. Egy bensőséges találkozás, hát az én népemmel, hogy én ebbe beleszülethettem, és én erre, ha bár nem az én nevemhez kötődik ez a búcsú, de én erre a búcsúra büszke vagyok. Egyik legnagyobb búcsúként üljük meg a székely búcsútok egy helyen. Vajdahunyad, Csíksomlyó, Kaplony, egy 25 éves papi és szerzetesi szolgálat állomás helyei. A 2021-es ünnepi szentmisét Tímár Sándor Asztrik ferences szerzetes mutatta be Mária Gyűdön. Nagyon bensőséges búcsú volt, Asztrik atya jött el, ő Csíksomlyónak a kegyhelynek a házfőnöke volt nagyon sokáig, személyes jó barátságot ápoltam vele, még mielőtt ide kerültem volna, még tolnai plébános koromban ismertem meg őt, most Kaplonyba házfőnök, és egy nagyon szeretetteljes, igazi székely ember, és
nagyon mélyen a szívünkhöz szólt ezen a búcsún, és maga Ferences jelenlétével tett tanúságot ennek a fontosságáról, és én úgy érzem, hogy akik itt voltak, nagyon sokat adott nekik. A referatúrák rendszeresen szerveznek különféle kulturális és lelkiségi programokat, köztük zarándoklatokat Mária Gyűdre. Varga püspök úr, a Kaposvári Egyházmegye püspöke fejezte így ki magát, hogy a papsághoz három nagyon fontos dolog kell. Kötél idegrendszer, jó humor és jó gyomor. De elsősorban lelkület. Elsősorban lelkület kell, úgy érzem a papsághoz, hogy érezze az illető, hogy személyes hívása van az Úrtól. És vállalja ezt az elkötelezettséget, hogy másokért élünk, másoknak szolgálunk, hogy Jézus nem hiába mondta, hogy aki az eke szarvára tette a kezét és hátranéz, az nem alkalmas az Isten országára. Ezért kizárólagos a papság, ugyanúgy, mint a házasság is, hogy de egyet választottál, akkor mikor igent mondtál, tudtál mire igent mondani. Ezért is fontos például a jegyes oktatás is, hogy ne egy ábránkétbe szeressenek a fiatalok, hanem megismerjék egymást. És egymás gyengére is igen mondva akarnak egymással élni. Ugyanúgy ez az elhatározottság a papságra is érvényes, hogy igen, az ígéretünkhöz híven, engedelmességet fogadva, és mi a megyés püspökhöz tartozunk. Neki ígértünk engedelmességet, és az ő szava az az Isten szava számunkra. Nekem most, mint referensnek az lenne a feladatom, csak ez nagyon nehéz, még nem tudom, hogy kivitelezem Mária Gyűd mellett, hogy elmenni, felkeresni a székely közösségeket, egy kicsit az életüknek részeseivé lenni, hogy megismerhessem a közösségeknek munkáját, és a székely szövetségbe is jobban bele tudunk így kapcsolódni. Tiborral heti beszélgetéseink vannak, csak a távolság rossz nekem most. Nekem a célom ez lenne, eseményekre, áldásokra, ilyen közösségi szentmiséken részt venni, amennyire időm, energiám engedi. Még Barta Zsolt atya szokott nekem besegíteni ebbe a feladatba. Ő inkább a kultúrában, a táncban vesz részt és segíti a Székely Szövetséget, a kis csoportokat. Nekem ennek a lelki részét kellene vinnem. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek. Amen. Mára megköszönöm figyelmüket, viszontlátásra!